az, hogy az első edzőmérkőzés volt Murauban, nagyon fontos volt számomra az, hogy jó tempóban játsszuk le. Főleg az első, mondjuk rá 60 perccel nagyon meg voltam elégedve a kezdő 11-el, aki főleg az első félidőben elég jó játékot nyújtott. És kár, hogy góllal nem tudtuk behozni az első félidőt, de viszont második félidőben rúgtunk két gólt. Aztán, mikor átcseréltük a csapatot, kicsit lejjebb ment a tempó, az iram és a kvalita. Úgyhogy de hát ez benne van, hogy nem készültünk tipikusan csak erre a mérkőzésre. Délelőtt is edztünk, úgyhogy folyamatosan majd lehúzzuk az edzőerőt, és többet fogunk összpontosítani a játékra. Főleg azt, hogy a védelemre és a támadó részre. Úgyhogy ez már egy ilyen taktikai rész lesz, amikor a meccs után vagy holnaptól kezdjük azt, hogy többet odafigyelünk a mérkőzésekre. Azt gondolom, hogy a meccsnek a részünkről voltak ugye jó periódusok és kevésbé jó periódusok. Inkább a negatívat szeretem kiemelni, mert utána abból tudunk tanulni. Biztos, hogy ki fogjuk elemezni ezt a mérkőzést, és levonjuk a tanulságokat, amiben kell fejlődnünk. Második fél időben azt gondolom, hogy visszaesett a teljesítményünk egy kicsit. Ugye másik fél idő elején rúgtuk a két gólt, és utána visszaesett egy kicsit a teljesítmény, kapkodó lett a játék. Nem tudtuk már úgy tartani a labdát, hogy szerettük volna. De ettől függetlenül mindenképp pozitívum az, hogy nyertünk 2-0-ra, és ezen az úton kell tovább haladnunk.